A hétköznapi emberek eddig a pontig ismerik a színházat, legalábbis megérkeznek, az első útjuk ide vezet a ruhatárba. Ez a ruhatár eredetileg nem ilyen szép nagy és terevélyes volt. Érdekes módon a 338 férőhelyre pont fel ennyi kabátakasztót terveztek először. Látható is, hogy két különböző anyagból van, ez csak később került ide. Eredetileg körülbelül 150 kabátnak lett volna hely. És az eredeti ruhatári pult is ebben a vonalban lett volna, aminek a nyomait még a falon láthatjuk is. Eredetileg ide jelölték fel a pultot. Amit a műmárvány meg is őrzött nekünk, és az utókornak. Ekkor lett volna az eredeti. És ettől a vonaltól kezdve ide már csak szakavatott személyek léphetnek be. Ez itt már a titkok birodalma, nézzünk is be. Most a színpad alatt járunk. Ez a zenekari járok. Eredetileg itt raktárakat, ruhatárakat és kiszolgáló helységeket terveztek. Ez a középső helység lett volna a hangoló névre hallgató helység. Itt hangoltak volna a zenészek. És itt az előszínpad alatt, mint láthatjuk, a vasbeton fölé megszűnik, és teljesen bonthatóvá válik az előszínpad. Ezeket az elemeket le lehet venni innen, és tulajdonképpen ezeknek a tetején foglal helyet a zenekar, amikor nagy zenekari előadás van. Ilyen az elmúlt 10 évben szerintem egyszer fordult elő. Azt hiszem, hogy talán háromszor volt szétszedve. Nagyon nehéz, nagyon nagy elemekből áll. Nagyon sok embernek kellett szerelmelni. Ezt az alsó helységet főként raktárnak használjuk. Hát igen, itt vannak a székek, a pódium, a szemüki. És hát, ha jól látom, ez itt a magas súgójuk. Ez pedig itt valóban maga a súgójuk. Egy nyitható kis nyílás a színpad elején. Ahonnan kikandikálva sughatunk az előadásokon. Az utóbbi időben egyre kevésbé volt rá szükség, mert a komoly színjátszók egyre profibbak és tudják a szövegüket. De hogyha nem tudnák, akkor innen lehet neki segíteni őket. Ez lehet, hogy ismerős is, ez itt a fedele. A igen. Tehát ez a súgójuk nyílás fedele. És ott van benne a lámpa is. Igen. Jó nagy. Sok minden elfér itt. Mivel hogy fából van az egész, ezért régen nagyon különleges szabályok vonatkoztak erre a helységre. Például, hogy 220-230 volt nem lehetett a lámpákban, ezért 24 voltos izzók voltak bent. Nagyon sok 24 voltos konnektor is volt fent a falakon. Ezeket azóta már eltávolították. Már nem nagyon használnak ilyesmit. És ezek a szabályozások is megszűntek. De a nyomai még láthatóak. Ami még itt lent található, az egy minimális jelmeztár, kerékpár. És mivel a színház, hát hogy is mondják ezt, anyaintézménye. Ad otthont a pendőjének is. A színház ad otthont a pendőjének. Hát minden veszélyre fel vagyunk készülve. Igen, határozottan. Egyébként most itt vagyunk. Fölöttünk a színpad. Ez itt a színpad eleje. Felismerhető a jellegzetes formájáról, és ekkora a színpad mérete. A hangoló, amit érintettünk, ruharaktár, és jelenleg itt állunk.
Menjünk tovább. Csak egy ilyen hátulincset. Mondjuk ezt érdemes megemlíteni. Ez ennyire ismeretes a kolónia körében. Nem azt az egyet, de érdekes, hogy a patok érdemesen aztán. Na mindegy. Igen. Hát itt végig. Szóval a színházban már elején, amennyitás óta gyűjtötték a plakátokat, és felragasztották a falra. Mindenki, aki idejön, azt mondja, hogy ez milyen kuriózum, már szerintem biztos máshol is csinálják az országban. Minden esetre nagyon szép emlékeket idéz. Az biztos. Ezeket az előadásokat még én hangosítottam. Még itt voltam. Hát lehet, hogy az egész folyosón itt voltam még. Ezekre minden még szóval. Biztos. Egy korábbi súgójuk előadás. És hát nagyon sok ismerős arc feltűnik.